Igaz, fél lábon, de elvileg megvan az egész előhang. Igen. Na beszarás, bazd meg. Várjál, ha ma betanultad az egészet? Hát akkor neked simaliba lesz akkor. De nem lesz probléma ezekkel a dolgokkal. Megint ez a boss lesz. Mondjuk ez egy egyszerű boss. Mantis platoon, heavy Szerencsére. dog reporting in. Primary Csak egy target, dolgot the nem... girl has been located. Egy dolgot kérek, bazd meg, hogy... En route to A intercept and szemidáraknál, destroy. hogyha most a Blade What Doom-os the? küldetését választom, akkor ne a Sonic és Diablo legyen a Please, Shadow, gonosz help me. fő ellenség. Fő boss. You Na, hogy én ones szétbaszok willing to sacrifice their own when overcome by greed. They are a Splatoon. Race. Those heartless humans. Get out of my Nem játszottam a játékkal, ha arra gondolsz. De és hát, vagyis ide egyébként régebben járt, talán amikor még, hát talán PS4-en talán egyszer valami ingyenes próba, vagy nem tudom, valami volt. Egy PS Plus-on nem volt elérhető, valami volt. Akkor kipróbáltam. Egy arra járt, és ha arra gondolt most éppen. A Bit Pro. És akkor itt már vannak izék, ilyen kis bombák. Egy videógosában mondta, hogy Splatoon. Igen. Nem is figyeltem. Bazzeg, oda sem pont nem figyeltem oda. A heavy dog. What? Nézd meg. Bomba szakértő. Adik a bűn kell? Fire! Ez nem egy nehéz boss egyébként. Akkor jobban szeretem, mint a Diablon gecit. Utálom azt a Diablonos boss fight-ot. Az egyetlen boss fight, amit ténylegesen utálok. A Shadow the Hedgehog játékban. A többi bossot, az többi bossot szeretem. A többi boss az jó. De az a Diablon genyó, az fú, bazd meg. Milyen mehetett egyszerűen a... Még lehetett volna egy konkrét Sonic vs. Shadow boss fight eset, hogy konkrétan csak is kizárólag a Shadow, csak is kizárólag a Sonic-kal. Csak a Sonic-kal harcol. Szerintem meg lehetett volna csinálni. De ez a faszom Diablon adta, hogy köztük, hogy mi a fasznak van kell oda az a Diablon geci. Bodasztó. Ja, de egyszerűbb lesz. Gyűjt fel szépen a gyűrűcskéket. Jött, még itt meghalunk. Nem, nincs! A Sonic 06-ban nincsen Shadow Fight egyébként a Sonic ellen. Ott nem harcolnak egymás ellen, viszont helyette van Sonic vs. Silver, Shadow vs. Silver. Gyakorlatilag ott inkább Silverrel harcolnak, inkább mind a ketten. De egymással nem harcol a Shadow és Sonic. Nem maradtál vitva jó kis You know what they say-ről. Ment a tenapi színbe, ment a izébe az meg. Hogy tudod, mit mondanak? Egy virsi, mint 10 kicsi virsi. Egy tojás, mint két tojás. Kább gyakorlatilag, amit ezt mondaná gyakorlatilag, annyi akkora fasság egyébként ez. Tudod, mit mondanak? A buzi? Az egy nagy buzi. És ennyi. Csak Silverre, aha. Sir, please. Once again, I have failed my duty to protect our nation. Sir, it's not over. Gratulálok, és meg van tanulva. Beszarok bezni. Gratulálok akkor neked, Kristóf. Gratulálok akkor a versszaktanuláshoz. Hivatalosan be van jelentve a megtanulásos időpont. Ezért fogok emlékezni a Shadow the Hedgehog streamre, hogy
hogy tudom jó, hogy itt a stream alatt, a streamem alatt Kristóf megtanult a bazmeg. Megtanulta konkrétan a oldjanak az előhang verszakos részét. Bassza meg. Ha csak két pályában a jözéből. A szemidárekból is már fél, most még csak fél 90. Egész jól állunk egyelőre, azt mondom. Kövesd őket. Értesd meg velük a szituációjukat. Azt meg. Mondom, ott is szélje, ha egy Shadow pályát megcsinálsz, több mint 30 perc alatt, az holulatni sem tud. Hát igen. Lehet. Ez most hát nagy izé volt. Ez nagy beszólás volt. Nagy trollságosság volt. Kis van a TSZ, be is izélt egyből. Konkrétan be is jumpscare-elt egyből abban a pillanatban, mi mondta a jumpscare-t. Nem is az, hogy nincs türelmem egyébként, mert türelmem lett volna, csak hangulatom nem volt valahogy akkor hozzá. Lehet, hogy most, ha mostanában kezdeném el, lehet, hogy most lenne hangulatom jó hozzá. Inkább az volt a probléma, inkább tényleg a Hollow Knight-tal, hogy tényleg most akkor pont nem volt hangulatom hozzá, de most mi van? Most mit is merre is kéne nekem? Most menjek. Jaj, hülye! Fasz! Beszarok, bazdmeg. Ezt vettem észre. Jobbi! Triangle jump. Azt mondja, triangle jump. Mit dobhat el? Ne dobd el, bazdmeg. Nekem ez volt a probléma egyébként, mert tényleg az, hogyha most ha az embernél érdekli is magát a játékot, akkor több esélyt is fog adni a játékra. Az a baj, én kevés időt is adtam neki, de azért is, mert valahogy nem kötött le engem akkoriban a játék. Mondom, lehetséges, hogy most újra kezdeni, mert én most sokkal jobban érdekelne egyébként. Ha tudsz. De itt el kell pusztani konkrétan a repülőt, vagy hogy van? Nem. Most, hogy a Semidark Endinget csináljuk, most itt a Chaos Semidot meg kell találni. Meg kell szerezni a Chaos Emeraldokat. Szerintem lehet, hogy azért inkább csak lehet, hogy furcsa volt nekem, és nem tudtam megszokni azt, hogy egy kétdés tematikájú, hát kétdés kinézetben átültetett Souls-like játékkal játszak. Mert ezelőtt egyébként én nem játszottam ilyenekkel, szóval gyakorlatilag most bemegyél és furcsa, ezeket a nagyon régi retro játékokkal, és még akár mostanibb Souls-like-os Metroidvania-s kétdés játékokkal nem játszottam egyáltalán. Most például van a izé, régen például volt ez a Castlevania, vagy a Altered Beast, vagy akármelyik, egyiket sem. Egy,
egyikkel sem játszottam, mint csak megközelítőlesse. Szóval semmelyik ilyen hasonló játékkal nem játszottam ezelőtt. És... hanem... Ami ilyen hasonló játék volt, amivel játszottam, az tényleg ez a Hollow Knight volt. Meg még volt még a Wonderboy Dragon's Trap, amit az is Gergő ajánlásával játszottam végül, Gergő akaratával, a köszönhetően játszottam végül azzal a játékkal, azzal a remake-elt verzióval. Megcsináltam. Hogy micsoda? Holnap adnék egy random Steam kulcsot, amit én sem tudok micsoda. Ilyeneket adsz nekem? Ilyeneket adsz nekem, Kristóf? Beszarok benne. Hogy? Mivel érdemelök ki ezt? Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Uram, nem vagyok méltó. Ez hajlékomba jöjj. Most mi van? Damn it! Have a nice death-et sem ismerem. Annyit, hogy Metroid vénő. Azt mondja, ezeket sem ismerem. Ja, most vannak ezek az újabbak, a Dead Cells, az a Celeste is azt hiszem olyan. Van még valami... Van ez a Brawlhalla, vagy micsoda. Ezekből egyiket sem játszottam, ismerem. De nem játszottam egyáltalán velük. Szóval mikor te teljesen egészében nem. Ne és félek, Kristóf. Minden hálán belé szállnak konkrétan. És ha ilyennel megajándékoznál, meg ilyesmi. De ha te szeretnéd, akkor... használd. Használd fel te a Steam kódot. És még az automod is megállítja. Micsoda? Hol? Sose volt ilyen. Szép basztok a Chaos Controllert. Megnézzük, mennyi eurós spóroltál. De egyszer ezt nem vágom, csak láttam, hogy van mobilra. Na azt vágom, hogy még a gyakorlatilag Gergő is azt mondta, hogy ezért tervezze abból valami streamet. Akkoriban valami hasonlót hallottam, amit mondott volna, hogy tervezze abból valamit. De régen azt hallottam, hogy nyomatni akarta volna, meg hát igen, régről is ismertem már, mi volt ez. Egyszer azt hiszem, mintha meg is lett volna a kedvem hozzá, hogy játszak fel, de aztán végül mégsem. Egyébként a másik, ami még egyébként hasonló, tényleg az Ori. Ori and the Blind Forest, meg a Below the Wisp. Na, mondjuk azok is olyanok egyébként, ami mondjuk érdekelne engem, csak valamit attól tartok, hogy ugyanaz lenne, mint a Hollow Knight-nál. De az egyébként érdekelne engem az Ori. Az is kb. Ilyesmi. Hát jó, nem biztos, hogy az annyira Metroidvania, meg Soulslike, meg ilyesmi, de az is ilyen kérdés. Platformer téma. Azokat lőjed már, hát mit csinál? Húzi. Szép fóka, Shanna! Nekem így is jó. És szemben így is jó nekem. Ez az. El vagyunk tárazva ezerrel most 600 fajta történnyel. Nem látok semmit. Eddig checkpoint ez. Utolsó előtt. Ti hoppá. Mi a mókás? Na azt ismerem. Nem látottam velük.
Én se. De egyébként minden mai napig kurvára megjönne a kedvem hozzá, csak nem tudom, majd még mindig félek tőlük. Na annál tényleg azt csinálnám, hogy nem csak így belevetném magamat, mint a Hollow Knight-ba. Ha most, már mondjuk azt nem is valószínű, hogy streamelném szerintem a izét. Szerintem. Morit. Majd esetleg akkor, hogyha már játszottam vele valamit, és látom azt, hogy hát ez jó lesz. Bazd. Én ilyenkor azt mondja, nem tudom sebezni, azt hiszem ilyenkor. De nem is akarom sebezni. Szígyek szó. Ne! Ne! Kurva életbe. Jön egyből lekrekkelem. Az nem tudom, hogy az sikerült egyébként lekrekkelni. Hát ennyit a 200 fegyverről, meg lőszerről, meg kurva anyámról. Direct Mission Failed. Hát mindegy. Nem is az kell nekem. Szóval a Silksong az... Hát az ugyanolt járnát, mint a alapjátékkal. Meglátom. Hát ha esetleg majd a jövőbe megváltozik a véleményem róla. Egyelőre nem látom valószínűleg. Hagyjál már! Az jó! Ott se volt a lövés, ott se volt, bazd meg! El se talált a gecibe már tényleg, geci. Kurva életben most már tényleg legyen elég ebből. Aszomba. Jaj, Istenem, kerülöm a spoilereket, akkor is fogom. Hát nem tudom, hogy sikerülni fog egyébként a lekre... Nézd meg, most is nem lövi, bazd. Kíváncsi leszek egyébként, hogy sikerülni fog neked egyébként a lekrekkelés, mert szerintem egy vadonatú játéknál az egy kicsit neccesebb a Don't Hurt Them, persze. Hagyom meghalni magam, mi bazd meg? Félszecske. Eldessem a szádba. Most már érjünk, most már lebazd meg. Faszomba. És itt a vége. Maradjál csömbbe. Oké, legyőztem múltkor Boss Fornet. Azzal kell majd lenni a szélszomban. Ja igen. Egy másik karakter lesz akkor a Silksongban. De egyébként a Silksong az most ez egy folytatás, nem? Egy konkrét, egy vadonatúj játék. Az nem egy ilyen spin-off, nem egy expansion, ilyen standalone DLC, vagy ilyesmi. Nem? Nem olyan standalone DLC, mondjuk a Spider-Man-nek a Miles Morales meg ilyesmi. This makes 5 Chaos Emeralds. Shadow, the day of reckoning is near. Bring all of the Chaos Emeralds to me immediately. És mi azt mondja, hogy immediately, bazd meg. Two more and then the truth about my past will be revealed. I'll finally know who I am. Shadow, I finally found the problem with rats. I finally find out who I am. Return immediately to the Black Comet and exterminate them. The Black Comet? Black Comet. A Hornet egyébként a izé? A Hudson Hornet? Ja, Egg Hornet. Adventure-ben is van az a boss, Egg Hornet.
Akkor az a fogsz játszani egyébként? Az lesz a Silksonban a főszereplő az Egg Hornet? Utolsó boss. Látszok. Utolsó boss. Utolsó pálya. Black Comet. A Comet. Látszok. Adventure egyes Egg Hornet. Te! Ez a pálya. Ez a halálomban az, amikor meg kell ölni 60 ezt, meg 80 azt. Ez katasztrófa. Those insolent humans. Insolent fools. Those motherfucker. Motherfucker human. Ja, nem kellünk a motherfucker human. Nem kellünk a motherfucker human. Aztán meghalunk. Vagy igen? Air Saucers. Ez a izi a légszószozó? Ez a szószos? A sózó? Itt így hívják ezt a porgógenyót, vagy ez egy légszószozó, vagy mártáshozó, vagy nem tudom, mártás készítő. Hát igen, ez a Final Showdown. Ez ténylegesen a Final Showdown. Gyakorlatilag ez itt a vége, srácok, aztán utána mehet a izé. Ez utána jöhet a last episode, srácok, a last episode. Wishes are eternal. De ez nem az Adventure 2, de kár. Befingott megint az ajtó. Így befingott rajta, hogy így fingott be az ajtó. Szevaszt, Remi! Jó estét kívánok! Mi a szituáció veled? Hát, szevasz! Még otthon vagy egyébként? Most mondtad azt egyik nap, hogy... Ajajajaj! Ennyire el a picsába. Az jó. Nincs fegyverem. Kurva jó dolog egyébként. Húha. Megint meg fogunk halni. Elményen becopjuk a pénzat a torkos borzot szerintem. Hát vagy leszarom. Na majd most. Itt a fingós buldog. Csuklós buldogok. Csuklós buldogok. Na. Adjál már béke. Nukles. Nukles genyó. Adjál békén Nukles. Legyünk szépen erre. Csába. Under the surface. Surfer. Most rajta hagyjuk akkor, bazd meg. Ne halljunk meg. Nagyon fontos dolog. Ez egy szar fegyver. Átváltunk inkább erre. Julian Scum. Scum. Hogy csak Scum most keszik. Húzik. Azt mondtam, hogy music! Ne! A picsa bazd meg, anyád faszát nyalnád ketszi. Tudom, hogy az nehéz, de akkor is nyalt ketszi. Music. Mondom, music! Azt mondtam, hogy music! My bare hands.
Azt mondta, hogy bare hands, és a medve kezével megbasz mindenkit, meg medve kezével. Tudom, nem azt mondta, de akkor is. Nem baj. Aztnak álltam ott baronkodni ott azokkal a buzikkal. Mehettem volna, azt tovább. Nem tudtam, hogy itt merre kell menni. Ez itt a baj. Itt lehet double jumpolni, nem is tudtam, be azért lehet double jumpolni itt ebben a játékban. Ezt jó tudni. Igen, és akkor most ilyenkor mi a... Kicsa van ilyenkor most? Ja! Még hülye fasz, nem vártam ezt meg. Csak fottam, azt leugrottam abban a pillanatban. Látod, tessék? Már rég... végezzük a pályával, nem mennék ilyen hülye. Mint hülye állat. Jótot. Ó, jajajaj. Szóval srácok, ez nagyon szomorú hír. Most az Egg Dealerrel fogunk küzdeni. Ebben a utolsó bossban. Ad is jó lesz. Ad is fasza lesz. Nem kell aggódni, ad is kurapata lesz. Pussuk! Battle Robot. Meg kell baszni a Battle Robotot. Anyje! Miért nem használtad bazdnek azt a faszopó? Light dash-t! Light speed dash-t! Hát mit? Próbálod túlélni. Jobb, mint Sonic meg a haverja. Hát ez biztos. Sonic a köcsögnél bárki jobb. A köcsögnél. Shadow azt fogja, hogy a köröket ver rá. Azt mondjuk ezt mostna. Vagy... Ne. Ott van az pont a izé. Edós láda, úgyhogy azt szépen azt fel is vesszük. Ott is van 30 lőszer abban a pillanatban. Köszöntük szépen. Ne, mit csinálsz? Mit csinálsz? Én mert ilyenkor automatikusan felveszi akkor a fegyvert, amire rámész. Ez a baj. De ez fontos, mert a legjobb fegyve gyakorlatilag ezért majdnem instant killeli az összes ellenfelet gyakorlatilag, úgyhogy épp ezért azt mondom, hogy ezt mindenképpen nyomni kell ezerre. Igen. Most azért szeretne, hogy azért valamilyen szinten is hasonlít azért az ahhoz a másik pályához. A Hero Story-nek a utolsó pályához. Hogy is hívják azt a pályát? Már nem tudom. Valamilyen Last, valami... Final Hound? Azt hiszem igen, Final Hound. Nem Hunt, hanem Hound. Why is that name haunt me? Only thing I can remember is that gruesome image. Hero story? Nem hero story. Faszom be. A normális hero story, a normális. Nem vagy faszom heroes, geci. De nem baj, srácok, vissza fogjuk sírni. Vissza fogjuk még sírni azt a Sonic Heroes-t. Vissza fogjuk sírni azt a Heroes-t. Főleg majd, amikor már a 2000-es évekbeli játékokkal fogunk játszani. Vissza fogjuk még sírni.
eszembe van olyan Sonic játékok, amik nem ütik meg, még megközelítőre sem ütik meg a Heroes-nak a szintjét egyébként. Bár ez tényleg való egyébként, hogy nem nagyon vágom egyébként, nem is nagyon értem egyébként, hogy most, hogyha most a Knuckles-nak a cuccát sem jött meg, akkor nem a Black Doom lesz a fő ellenség, hanem fő boss, hanem a izé. Eggben. De mi a picsát keres itt, azt nem tudom. Mit keres itt, és miért pont ő az ellenség, a fő final boss? Azt én nem tudom egyébként, azt nem tudom hova tenni. Hát gyakorlatilag ezt... Én még szerintem magyarázat sem nagyon van egyébként erre. Hogy mi passzom ér a boss Eggben, de mindegy. A Black Ant-osok földi szállásán meg ilyesmi. De hova homingat akkor ez? De hülye fasz? Hova homingat akkor? Könyörgöm, ember, előre! Előre homingat akkor a picsádat lenyalom. Hihetetlen, hogy most ennyi volt a izért fegyverről. Azt tudom most... Össze-vissza kell bazdmeg homingatakolni bazdmeg, mert... Miért ne? Mint valami buzi. Úgy kell. Lost World a best, nincs mese. Nincs mese. Fél a... Petinél tudod látni egyébként, hogy most éppen milyen a Lost World. Szerintem a Peti sem... Peti is hasonló véleményem van, szerintem nem annyira hasonló véleményem, mint én. Ami is nem mondja azt szerintem, hogy ez a legszarabb Sonic játék, meg ilyesmi. De azért azt... Bitősre tudom mondani, hogy a Peti sem mond... sem élvezi túlságosan szerintem ezt a Lost World-ot. Nem is közel sem annyira, mint mondjuk a többieket, többi Sonic játékot. Igen. Ja, fasz kell most csinálni. Tudom, milyen a legjobb. Ja, értem. Ja, értem. Értem akkor már. Na, mindent értek. Ja, bazdmeg. Majdnem betoptam a torkost. Hello. Német. Éme. És mi van egyébként? Mi a picsa egedi van most? Ez mi? Hogy erre kell tovább menni? Mi a fasz? Állj, megyek. Megyek tovább, köszi. Köszönöm szépen azért a lehetőséget, hogy ilyen nagy lelkűen próbál még itt marasztalni a pályán a játék, de inkább megyünk, köszi. Ó, te! Azt hittem át tudsz menni azon a kis szalon, és itt a pálya vége, srácok. A végén megkaptuk a utolsó checkpointot is. Ott van, srácok, megcsináltuk. Do whatever you need to, Knuckles. I've got my own reasons for being here. Knuckles. Soft nálak, Knuckles. Ez a helyzet, srácok, megcsináltuk. Megcsináltuk a Sammy Darkot, gyakorlatilag már csak egy boss van és ennyi. 9 óra. Úgyhogy srácok, ez nagyon fasza lesz. A Last Story meg hát ilyen fél óra, 40 perc max lesz, úgyhogy most gyakorlatilag szerkelni volt, de egyszerre fogunk végezni a Gergővel egyébként. Körülbelül. Hogy állunk egyébként? Gergő egyébként nagyon nyomatja neki, nagyon kenni neki. Hatalmas a küzdelem egyébként a velem meg a Gergő. Én meg a Gergő olyan szinten küzdünk egymás ellen itt a nézőkkel.
Excellent job. 6-7 néző egymás mind a kettőnek, meg ilyenek. Hatalmas küzdelemek vannak itt most. Vajon ki nyeri meg a küzdelmet? Ilyeneket mondta az éhekben. What? Very well. Ez random, what? Ez random, bazzog, ilyen. What? What? És megint az egg dealer jön. Ez legalább egy ilyen évesztes kis bosszocska. Kurvak nyed ilyen végigvihető, úgyhogy ez... Ezt a több például meg lehet halni ebben az unapályán is persze. És leesel, vagy valami ilyesmi. Még ilyeneket sem áll buzik, geci kurva anyja. Nem engedtem, hogy teljesítsék kis kösök. Kis buzi. Ah, my beautiful ring! My beautiful! Erőnk! Bam, 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 bam. Na most kell a gyűrű. Mondom, kell a gyűrű. Haló. Csak mire odaér ebbe azok a tíre már izé. De konkrétan már hárnél, de a gyűrűnek már gyakorlatilag izé. Megsemmisül. Eltűnik. Nem kérünk a robotokból, köszi. Ott jön a... Ott jön majd mindjárt Chaos Blast. Használt pá! Végre. Shadow Fever. Mikor jön a Hogwarts Legacy? Hú. February 10. February 10. De akik megvásárolják előre, előrendelik, azok 3 nappal korábban játszhatnak. És mit ad Isten, én kurvára előről fogom rendelni. Mint a büdös kurva élet olyan szinten. Mint a büdös fasz. Olyan szinten előre fogom rendelni. Rezi 4. Mi már léhető a Rezi 4? Ne basszom már ki a jó Isten. Resident Evil 4 remake. Ne, ez lehetetlen. Vagy a izé, vagy most melyikre gondolsz most a régire? Ma az lehetetlen, hogy baszki a izé már a... Már fel legyen. A régi. Na azért, hát... Azt hittem baszik már a remake-el fejezünk, már fenn van, mi a fasz? Az persze, hogy fenn van a régi. Ne! A rakéta. Launch! About launch! No! Az új majd márciusban. Ja, márciusban. Az is hamarosan itt lesz. Szerintem abból is lesz majd, abból is megpróbálkozok egy streamet lehet. Hát is végigjátszok streambe, ki tudja. Ha már a Resident Evil 2-t is végigtoltam a streambe, annó még gyakorlatilag azzal kezdtem. Majdnem azzal kezdtem. Gyakorlatilag közülünk itt, gyakorlatilag itt az emberek közül. Kent az egyetlen, aki látta azt a izét. Resident Evil 2-es 2 remake streamet. Gyakorlatilag mi? Hova mész? Üdös fasz. Mert a Jump Force-szal kezdtem, de utána akkor egyből a következő nyomás az izé volt a Resident Evil 2. Még nem érdekel a sima 4. Én nagyon laggolt, ezért nem tudtam, mert csak megnéztem. Á, de érdekeljen a remake, mert sokkal faszább lesz. Resident Evil 2-t is olyan baszon megcsinálták. Hármas nagyon nem tetszett nekem őszintén, hogy azon is nagyon játszottam sokat. Gyakorlatilag megcsináltam a demóját, és már ennyi elég is volt abból. Ilyeskedtem már a slagból. Tehát azért, mert fejleszteni kell a gépet. Fejleszteni kell a gépet. Kisztó. Most megnézzük, hogy most mi lesz itt a végső.
Finally, I've got all the Chaos Emeralds. How dare you defy me? I am Shadow the Hedgehog. I and only I know what is best. Úristen. No one can tell me what to do. This is who I am. Ennyi geci. What? What? Goodbye, Doctor. Ennyi geci. Enki nem mondja meg, mit tegyek. Én vagyok az egyetlen, aki tudja, hogy mi a legjobb. Ez vagyok én. Hát ez kurva nagy. Geci, bazd meg. Megmondom, inkább megnézzük bazd meg, hát az összes endinget szerintem. Megnézzük izébe, videóba az összes endinget szerintem, azt mondom. Bocsátok oda! Nem a géppel van a baj, hanem a faszom crackkel. Hát igen, mert crack se jó. Nem szabad crackkelni, mert a rossz gép, a szar gép nem bírja a crackkel se. A szar crackkel, meg a szar gépen még inkább nem bírja. Hát ez a helyzet egyébként. Ez a szomorú. Szomorú igazság. Szomorúság. Nem szabad. Akkor honnan? Hát sehonnan. GTA 6 is kéne, mert... GTA 6, hát igen. Jó lenne egyébként jó kis GTA 6. Baszódzenék. Azt nem várom, de én várom, én kurvára várom. Kurvára várom a GTA 6-ot. Nem várom annyira, mint mondjuk a Witcher következő epizódját, mert egyébként eddig sokkal jobban vártam bármilyen a GTA 6-ot, de most már a Witcher legújabb részét jobban várom. Az elmúlt 5-6 év, 7 év alapján. Mióta megismertem a Witcher 3-at azóta. Olyan baszó, hardcore metal zenék mennek itt, bazzek. Kurva baszó, kurva jó. Szét basszuk mindenki száját. Ez fontos, srácok. De nem baj, befejeztük a utolsó semi-darkos történetívet. Most gyakorlatilag minden pályát megmutattam nektek, srácok, úgyhogy ez az a helyzet, hogy csak egy dolog van hátra, még pedig az, hogy a Last Story-t is elkezdjük. Amiben kiderül, hogy most valójában melyik story is volt a kánon. Egyébként. Neki azt fogja játszani, és úgy már nekem nagyon jó. Micsoda? Ez nagyon passág, milyen passág ez? Mindenki azt fog játszni, és mi már nekem nem jön be. Milyen szerintem? Nem jön be, mert mindenki azzal játszik. Hát kit érdekel, akik más műben mit játszik elég? Hát az a fontos, hogy te mit játszol. Mert az a lényeges, hogy te téged hogy fog tetszeni, neked hogy fog tetszeni.